Megérkeztünk Székelyföldre, ide a Székelyfürdői Székelykapuk közé, ahol számomra egy néhány napos turné fogja most kezdetét venni. 3 zenekar, 4 különféle produkcióját 5 helyen fogjuk bemutatni. Kezdésképp Csíkszeredába fogunk látogatni, ahol Szabó Dániel Pázsin című lemezanyagát fogjuk elmuzsikálni a helyi közönségnek. A néprajzosok úgy tartják, hogy a Szejke zavarost jelent, amit elég nehéz így ide kapcsolni ehhez a gyönyörű verőfényes tájhoz. Most én itt egy picit el is időzöm, mielőtt belecsapnék ebbe a turnéba. Remélem, ti is élvezni fogjátok. A Pázsint CD-nek az ötlete az még a karantén előtt fogalmazódott meg bennem, hogy ezt a kicsit a háttérbe szorított székelyföldi népzenét hogyan is tudnám én előtérbe helyezni, kicsit megszerettetni a közönséggel. Voltak közte olyan zenék, olyan kis tájak népzenéje egy székelyföldön belül, amiket már régóta meg akartam csinálni, de közben is jöttek ötletek, egészen különleges, akár a csíki népzene, vagy gyergyói népzene, amivel eddig még nem annyira foglalkoztam, de most erre alkalom adódott. Szempont volt az a zenei anyag válogatásánál, hogy technikás anyagokat válogassak, ami magukat a zenészeket is inspirálják. Fontos szempont volt számomra, hogy fiatalokkal dolgozzak. Fiatalokkal, mert egy lendületes, friss anyagot akartam összehozni. Számomra egyébként alapvetően fontos, hogy szép zenét csináljak. Tehát a szépség a számomra egy alapvető fontosságú, de maga a virtuózitás is egy fontos szempont volt, és mindez szerintem megfogja a közönséget, illetve az is megfogja, látja azt, hogy a közreműködők akár egymásra nézés nélkül is annyira egy húron pendülnek, az apró mozzanatok, ezek mind megfogják a közönséget, és ezáltal nyilván megtalálja a közönségét. Egy fantasztikusan dinamikus koncert után üldögélek itt Csíkszeredában, a Városi Művelődési Központ női öltözőjében. Szabó Dániel Pázsin című lemezanyagát mutattuk be, amit a közönség láthatóan és hallhatóan nagyon élvezett, csak úgy, mint mi a színpadon állók. Most egy kicsit levezetésképp lemegyünk a Zengőtérbe, ahol egy táncház keretein belül kiengedjük mi is a gőzt, de holnap folytatjuk, tartsatok velem! Székelyudvarhelyen vagyunk, méghozzá a Városházának, Szent Istvánról elnevezett termében. Itt muzsikáltunk most egy számunkra nagyon-nagyon jó leső koncertet a Bazseva zenekarral, és a meghívást pedig Orendi Istvántól kaptuk, akit most egy picit fülön csíptem a koncert után. Körülbelül 30 éve, 32 éve csöppentem bele a táncház mozgalomba, még Kolozsváron. Miután Székelyudvarhelyre kerültem, és ide költözött még egy-két zenész barátom, létrehoztunk egy együttest, népzene együttest. Akkor viccesen azt mondtam a barátaimnak, hogy legyen kaszaj, mert mi is egy rakásfán zenélünk. Ez kinőtte magát, kiderült, hogy nem csak a fákat próbáljuk rakásba összegyűjteni, hanem azokat az értékes embereket, akik néptáncban, népzenében többet tudnak, képesek oktatni, képesek ezt továbbadni. Az egész, ahogy említettem, zenéléssel kezdődött, majd nem sokára rá úgy döntöttünk, hogy ne csak kritizáljuk azt, hogy gyenge a táncház, hanem próbáljuk meg, hogy sikerül-e. Na, hát így indult el 12 éve a történetünk, és az a 10-15 ember, aki eljárt táncházban mulatni, ez most már, hál' Istennek, heti rendszerességgel akár a
az 5-6-700 szemét is eléri. Mikor az én galambomat a kedvemre ölelem, mikor az én galambomat a kedvemre ölelem. Koncert után táncház, egy régi, jól bevált recept, ahogyan a régiektől is tanultuk. Kukkancsunk be Székelyudvarhely táncházába. A táncházban ma este Kodoba Florin és bandája is muzsikált. Florin az egyik az utolsó zenész generációk sarjának. Magyar Palackáról érkeztek ide. Te most Magyar Palackán élsz egyébként? Sajnos most Kolozsvár megyébe, Apahidán lakunk. Aha. De mindenfelé jártok muzsikálni Erdélyszerte, sőt, igen. Magyarországra is. Igen. Mégiscsak most is Székelyföldön igen, vagyunk, igen. Ide is jöttetek, ma mesterkurzust tartottatok, igen, hegedűsöket igen, tanítottál? Igen. Palackai muzsikára? Palackai, igen. És hogy muzsikálnak a székelyek palackait? Hát nagyon-nagyon ügyesek. Vannak ilyen gyerekek, akik nyáron szoktunk tanítani válaszúton, gyerektáborban, uh-huh. És ismerősöket. Nagyon siettek, már igen. Éppen lehúztátok a rendet, igen, lehúztátok igen. A korcsost és indulás. Beszálltok az autóba, hová mentek? Menjünk Kecskemétre. Kecskemét tánc. Táncházban ilyen, van egy aha. Ilyen mezőségi tánc tanításra, koncert és táncház. Úgy látszik, ez a táncház a mai estén a folk celebeké. Florin után most összefutottam Köncei Árpád zeneszerzővel, aki jelenleg most Magyarországon él, mégis itt Székelyföldön találkozunk. Mit keresel itt át? Hát azért, mert nem csak zeneszerző vagyok, hanem koreográfus is, és a Háromszék Táncegyüttesnek vagyok alapító tagja, 5 évig művészeti vezetője és 3 évig igazgatója is. Azóta, többször visszahívtak, és most Tragédia címmel, Madács Imre nyomán készül egy táncjelzi előadás, nagyon minimális szöveggel, van benne vetített film is, és mivel a operatőr fiatalember László Barni, akinek van egy díjnyertes filmje Csángálóról, Isteni kész címmel, na és ma vágtuk ezt a filmet, és én sem tudtam, hogy ilyen kivételes este lesz az ma itt, hogy a táncad így néz ki. Árpi, engem az érdekelne nagyon, hogy te ilyen mondhatjuk azt, hogy te egy ilyen reneszánsz ember vagy. Köszönöm, ezt Novák Tata is mondta tényleg? Nekem. Hát igen, az az igazság, hogy a mai kor ezt nem nagyon díjazza, meg kell ezt mondjam, ez kicsit most, hogy korosodom, el kell mondjam, hogy ezt én szomorúan tapasztalom, hogy nagyon nehezen tudnak engem emiatt besorolni, mert hogyha csak zeneszerző maradok, mm-hmm. Akkor kétszer ekkora az életművem. Magam is alig hiszem, de elérkeztünk koncertturnénk harmadik napjához, és egy picit elhagyjuk a székelyföldi régiót, hiszen a hátam mögött terül el a gyimesi csángók földje. Gyimes Felsőlókra érkeztünk a Kultúrotthonba, ahol a Kerekerdő mesekoncertet fogjuk a helyi gyerekeknek elmuzsikálni. Itt Gyimesben, meg egyébként az egész Székelyföldön azt hiszem, hogy egyáltalán nincsen csűrhiány, sőt, igazából csak olyan csűrökkel találkoztunk, ahol még igazi funkciójában működik a pajta. Ide viszont nem a pajták miatt érkeztünk, hanem azért a pajta gondolatiságért és életérzésért, amit az itteni emberek teljes egészében meg tudnak élni a kultúrán, a hagyományaikon keresztül. Hogy érezték magukat a koncerten? Nagyon fantasztikusan jól éreztük magunkat, szerintem a gyerekek is. Én úgy gondolom, hogy a mesének és a zenének, tehát nagyon fontos szerepe van a gyerekek nevelésében. Ritkán adódik ilyen lehetőség, hogy együtt a mese és a zene.
Mert élőzenei koncerttel gyakran találkoznak a gyerekek? Nem igazán. Nem igazán. Uh-huh. Azt láttam, hogy koncert alatt nagyon-nagyon vették a lapot a gyerekek. Azonnal minden egyes kis zenei vagy ritmikai motívumra rákapcsolódtak, énekeltek, szívesen használták a hangjukat. Igen, hogyha kicsikortól arra neveljük a gyerekeket, akkor merik is használni. És hogy látja, hogy a gyerekek itt mondjuk Gyimásban szeretnek énekelni? Igen, igen. És népdalokat is, igen, akár itt a helyi, igen, helyi értékeket őrzik? Igen, gyerekdalokat, népdalokat nagyon szeretnek, és ez szerintem a neveléstől függ, tehát hogy mit hall a gyerek, én azt szeretném, hogy mert nem minden gyereknek van hangja, hogy tudjon énekelni, de azt szeretném, hogy zenekedvelő felnőttek válnak elsősorban. Sárga kukorica szár, elsőjére kapálatlan maradtál. Én néptáncot oktatok itt a Gyimes völgyében, főleg Hidegségen, illetve Háromkuton tanítok. Hát úgy van egy körülbelül egy 150-200 fős gyermekbázisom. Ez az óvodástól egészen a 12-ig. Én amúgy a Módvai Csángó Magyarok Szövetségénél vagyok hagyományőrzőként alkalmazva. Tehát itt a néptáncon túl próbáljuk megismertetni a gyerekekkel a saját kultúrájukat. Nekem szerencsém volt, mert nagyanyám így a kézművesség vonalán volt nagyon erős, de hát az első lassú magyarost azt édesanyámtól tanultam meg este egy lefekvés vagy elalvás előtt. És aztán ez odáig alakult, hogy én is még Norbi előtt Hidegségen tanítottam, akkor Hidegségen még volt egy 530 gyerek. És aztán láttam, hogy hát hogy áll a helyzet, és mi elkezdtünk kialakítani egy táborhelyet, ami tulajdonképpen helyet ad ennek is, az ilyen jellegű tevékenységeknek. Tulajdonképpen akik ide látogatnak a völgyben, nekik is próbáljuk közvetíteni így a saját kultúránkat minél hitelesebben. Mivel foglalkozik egy kultúrattasé Gyimes felsőlokon? Én személyesen táncot oktatok, tárogatót oktatok, klarinétot oktatok, rendezvényeket szervezek falunap, Csángóbál. És ezt úgy kell elképzelni, hogy ez kifejezetten csak felsőlok, vagy az egész gyimesi térséget közre fogjátok? Én kimondottan csak felsőloki gyerekekkel foglalkozok, minden községben van, aki ezzel foglalkozik. A zene, a tánc, ez egy fontos kötőanyag nálatok ebben a kultúrmisszióban? Számomra fontos, és az a lényeg, hogy ami benne van, azt átadjam a következő generációra. És neked mi van benne? Mi van benne a táncban, meg a zenében? Hát a táncban azt, amit örököltem az őseinktől, nagyszüleimtől. A zenében az pedig az ilyen belülről tanultam zeneiskolában. És hát, na, amit úgy érzem, hogy át kell adni, azt átadom is. Felső lokról most átjöttünk Gyimes középlokra, méghozzá Borospatakára, ahol Hadnagy Lehel gardonkészítőmester műhelyébe látogatunk el. Egy picit belekóstolunk egy hangszerkészítő mindennapjaiba. Hogy kell ezt elképzelni? Miért lesz az ember gardonkészítő? Nem gardonkészítőnek tanultam, nem is hangszerkészítőnek. Uh-huh. Erdőmérnök vagyok. Én inkább a fa volt, tehát a fa felül tehát közelítem, a fa felől közelítesz. A gardon, tehát hogy milyen fa kell hozzá. Találkoztam Ladányi Ferenccel, ő ugye annak idején itt tanult a gardonkészítést, itteni mesterektől, és úgy lassan-lassan nekem megtanította. Én gardonkészítő vagyok, ám valamennyire megtanultam, azért játszani is rajta. Ez így szó. Nehéz szívvel hagyjuk magunk mögötte a gyimesi tájat, ezeket a fantasztikus embereket és ezeket a fantasztikus közös pillanatokat, de hát vár minket Kézdivásárhely, ahol a koncertturnénk negyedik koncertjének futunk neki a Bazseva zenekarral, holnap pedig irány a végső állomás Sepsiszentgyörgy és a táncház találkozó.
próbálunk mindenféle programot hozni, rengeteg előadásunk van, kb. Évente 200 és 300 között. Ezeket az előadásokat próbáljuk úgy szervezni, hogy minden műfaj jelen legyen. Hogy látjátok, hogy a kézdivásárhelyi kulturális élet mennyire pezseg, vagy mennyire van benne a vérkeringésben itt mondjuk a régióban? Kézdivásárhelyhez több környező falvak is tartoznak, és ezekben a falvakban rengeteg például a néptánc együttesek. És ez miatt szerintem nagyon sokan járnak hozzánk például néptánc előadásokra. Szerintem az is az egyik legnépszerűbb műfaj, mert amikor néptánc előadásunk van, akkor az általában biztos teltház. Hát ez a nap is eltelt, nem mondom, hogy nagyon kipihent vagyok, de cserébe tel is tele töltöttem magamat rengeteg élménnyel, találkozással, beszélgetéssel. Most el is teszem magamat holnapra, hogy újult erővel vághassak neki a Sepsiszentgyörgyi Táncház találkozónak. Jó hét! Itt is vagyunk Sepsiszentgyörgyön frissen és kipihenten a koncertturnénk negyedik napján a táncház találkozón, ami egészen hasonlít a mi budapesti táncház találkozónkra, csak egy icipicit kisebb és emberközelibb az egész. Én már nagyon vártam, hogy itt legyünk, nem azért, mert ez az utolsó nap, hanem azért, mert imádom a vásári forgatagot. Most a koncert előtt meg is nézem magamnak a kirakodó vásárt. Elkezdtek gyűlni itt a csomagomban a kincsek, de még megyek tovább. Itt már előzőleg kinéztem egy csodálatos kézi szőttest, amit az ebédlő asztal közepére álmodtam meg. Hát, megérte szerintem érte 800 kilométert utazni. Megvan az újabb zsákmány, most már csak egy ékszerért kell visszamennem. Nézelődnék még, de sajnos lejárt az időm, bár a színpad és egy újabb kerekerdő mesekoncert a turnénk utolsó állomása. Rengeteg szép élménnyel, emberi találkozással feltöltődve térek vissza. Remélem élveztétek velem ezt az elmúlt 4 napot. Sziasztok!